Nem szűnik meg a budapesti játékszín, magánszínházként működik tovább. Németh Kristóf színész három társával együtt vette meg a színházat. Az új tulajdonosok azt mondják, a teátrum korábbi igazgatójával, Balázsovics Lajossal abban állapodtak meg, tárgyalnak az együttműködés lehetőségéről. Elmondásuk szerint az a szándékuk, hogy amennyiben nincsenek jogi, érzelmi akadályai, minél több értéket szeretnének átmenteni a játékszín és a budapesti kamaraszínház repertoáriából. Lajos a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Köszönöm, aki akkor lesz. Volt utoljára a vendégem, amikor arról beszéltünk, hogy volt játékszín, nincs játékszín, és közösen nem tudtuk megfejteni azt, hogy vajon miért nem lesz játékszín, hiszen nem termelt veszteséget ez a színház. Most viszont Németh Kristófnak és még másik három embernek megadatott az a lehetőség, hogy megvette, hál' Istennek nem fog megszűnni a színház. Önnek volt ilyen lehetősége, mint korábbi igazgatónak? Nem, nekem nem ajánlottak föl ilyen lehetőséget. De ezt így valaki ajánlja, vagy hogy van ez? Önnek, lehet, hogy önnek kellett volna érdeklődnie, nem? Én azért ezt több helyen jeleztem, hogy ez még a kezdetek kezdetén, tehát ezt amikor decemberben elkezdődött az első történet, hogy abban marad a színház. Én ezt a kérdést felvetettem, de nem volt rá reagálás. Lehet, hogy nem volt elég rámenős. Nem volt elég rámenős. Igen, tehát lehet, hogy vissza kellett volna menni még, hogy na, akkor most üzleti ajánlat. De most komolyan mondom, tehát... Nem, én ebben nem hiszek. Ez egy eldöntött kérdés volt szerintem. Én inkább azt az ajánlatot próbáltam súlykolni minden hivatalos, vagy nagyon sok hivatalos megbeszélésen, hogy az én személyem a probléma. Azért nem kell megszüntetni egy egész színházat. Nem kell 25 embert elküldeni, mint állandó munkatárs. Nem kell 70, 75, 80 színészt az utcára tenni. És így tovább. Nem volt erre fogadókészség akkor. Hiába lettem volna én erőszakosabb, én ezt nem kaptam volna meg. Mi a baj önnál? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nem tudom. Sok minden lehet, persze. Nézze, túl liberális, nem elég konzervatív, valamelyik politikai párttal tartja a kapcsolatot, vagy éppen konzervatív és nem elég liberális, vagy mi? Jó kérdés, és nagyon nehéz rá válaszolni. Nézze, én elég liberális vagyok, és elég toleráns, és mindenkit, akit szeretek, azzal kapcsolatot tartok, függetlenül attól, hogy mi a vallása, mi a pártállása, és így tovább. De valószínűleg valahol, valamilyen szinten kaptam egy rossz pontot. De ötlete sincs, hogy hol? Ötletem sincs. Van. Hát ötletem az lehet, hogy van. Ötletem az lehet, hogy van. Most olyan is mindegy. Hát igaz, teljesen mindegy. Akkor még benn volt a szerződésemben, hogy miről nyilatkozhatok, meg mit csinálhatok, mi most már ilyen nincs. Nézd, én például a Bibó társaságnak odaadtam a színháztermet két alkalommal, amiről visszahallottam, hogy nem nézték jó szemmel hivatalosan. Csak példákat mondok. Ott ugye végül is nem, én ugye nem voltam ott jelen, csak a termet adtam oda, tehát nem igazán kormány dicsérő felszólalások voltak. Nem tudom, csak ilyenekre tudom kinek mondani. Kinek adta még oda a termet? Kinek? Hát akkor menjünk sorba, hát ha még valami kiderül. Még találunk valami. Hát ha még megfejtjük ezt a rejtét. Az a helyzet, tényleg nem tudom. Ne haragudjon, tényleg nem tudok segíteni. Hivatalosan állandóan az volt, hogy nincs velem semmi probléma. De nincs semmi probléma, akkor miért kell egy egész színházat, ami nem került kevés pénzbe. Na ezt akartam mondani, kérdezni, a végelszámolás, még ha nem is szakmánk, tudjuk, hogy pénzbe kerül. Azt is tudjuk, hogy a színházak nem azért kellett megszűnnie, vagy bezárnia, szüneteltetnie a működését, mert hogy akkor a veszteséget halmozott volna fel. Sőt, most viszont van már veszteség, az a végelszámolásból adódott? Tulajdonképpen igen. Nem tulajdonképpen, hanem igen. Tehát a szezon befejezésekor nekünk még 50 millió forintunk volt a bankban. De ki kellett fizetni a júniusi-júliusi béreket az állandó embereknek és a rezsit,
maradt 25 millió forint, plusz 6-7 millió forint kintlevőség, áfa visszaigénylés, meg más még, ami visszajött, tehát 25 millió, meg mondjuk 6 millió az, mondjuk 31. 31, a végelszámolás, a végbelekerült, az emberek elküldése 21-22 millió forint, pontos számot nem tudok, plusz 6 millió ezeknek a járuléka. Tehát gyakorlatilag ez a pénz abszolút tényleg elfogyott. Hát ez fedezte mondjuk azt, ami... Fedezte, így van, de hát végülis a végelszámoló is pénzbe kerül, a szakértő is pénzbe kerül, a mi még, úristen, hát épületnek volt egy rezsie, rezsiköltsége. Tehát ami ott akkor megvolt mondjuk 50 millió pluszban, az elment a végelszámolásra. 50 millió az a nyár elején volt, itt már csak, hát 20-30 millió volt. Az elment, így van. De hát, hogyha valaki tudta, hogy ezt értékesíteni szeretné, mert biztos, hogy nem egy ilyen kósza ötlet volt, akkor miért kellett ezt az egész végelszámolást? Hát ez jó kérdés. Ráadásul ugye hát a kollégám, aki megvette a színházat, ő azt nyilatkozta, hogy hát ő visszavenné az embereket, meg mindenkit szívesen lát. Akkor most hogy van ez? Először kifizetünk X összeget, jó, nem csillagászati összegek voltak itt a végelszámolási összegek, és akkor visszavesszük őket. Tehát itt közben változott a koncepció, tehát szerintem elkezdtünk egy végelszámolást, aztán utána, hát inkább adjuk el, de már végelszámoltuk, mindegy, adjuk mindegy, el. Mindegy, akkor adjuk el. Igen, valószínűleg ez itt elképzelhető, hogy így történt, de én ezeket csak találgatni tudom. Amiket így mondtam, hogy kölcsönadtam a termet, stb. Ezeket is csak ilyen folyosói, belekarlós beszélgetésen, hogy nem hivatalosan mondjuk neked, de hát azért ezt jobb lenne nem csinálni, jobb lenne inkább amazt csinálni. Ez ilyen filmbéli. Filmbéli, igen. Ez nem jó. Lesz nem jó. Még önnek valami kapcsolat a játékszínnel? Én nem tartom valószínűnek, megmondom miért. És nincs bennem sértettség, én lezártam ezt az ügyet, ezt elfelejtettem, ezt olyat, mint egy rossz vállópert, hogy felejtsük el, aztán menjünk tovább. A nevében a színház bizonyára megmarad, de ők akkor csináljanak újat. Én mindig azt szoktam mondani, hogy egy színház, nem véletlenül úgy nyilatkoznak a színészek, hogy én a Várkonyi féle Víg színházban voltam, én a Marton Laci féle, László, bocsánat, igen, féle Víg, én az Ádám Ottónál. Tehát mindig hozzáteszik a igazgató vagy a domináns személynek a nevét. Hát az nyilván akkor, abban az időszakban azért a stílusát is meghatározza. Így van. És hogy ha meg kellett szűnnünk, mert tételezzük fel, mondjuk nem jó volt az, amit én csináltam, akkor milyen alapon kellenék én még ebbe a történetbe? Hát alapot szerintem lehetne találni, de ezt én már nem tudom kitalálni. Hát, mondok egy buta példát, tehát mit tudom én, valaki elválik, de azt mondja, hogy hát azért a volt férjemet a Spice-ba tegyük be, mert hát ha szükség lesz rá valamikor, nincsenek már semmi értelme. Ne, akkor tényleg nem menjen a Spice-ba. Ugye? Ez a vállóper megtörtént, kész, ennyi. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.